Narancssárga színekben pompázik Pócs Petri általános iskolája az újraszigetelés és festést követően. Új tetőszerkezetet is kapott az épület, amire nagyon nagy szükség volt. A korábbi fedél annyira elhasználódott, hogy több alkalommal is komolyan beázott az épület. A történelmileg is jelentős katolikus iskola épületének felújításához hazai és európai uniós támogatást kapott a település. Megkaptuk a BMS pályázatra 67 millió forintot, illetve kaptunk az energetikára 210 millió forintot, ami az összes nyillászárót, a gépészetet kicserélhettük, illetve külső szigetelést és napelemet szerelhettünk a iskolára. Erre nagyon nagy szükség volt, 90-ben épült ez az új szárny, de komplett felújításra került az egész iskola energetikai szinten. Dunántúli ugróssal ünnepelték az iskola növendékei az épület külső felújítását. Egy éven belül újra lehet ok az örömre, szeretnék ugyanis még idén szépíteni a belső helyiségeket is. Minden törekvésünk most az irányba megy, hogy azért belülről is szeretnénk még egy kicsit szépítgetni az iskolát, tehát festés, ami nagyon fontos, illetve egy pár tanteremben padlóburkolás van, de bízunk benne, hogy az idén ezt is meg tudjuk valósítani. A Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolába jelenleg 115 gyermek jár.